Az Európában 50 ország részvételével megrendezett kulturális örökség napjainak célja, hogy a kultúra, a művelődés és épített környezetünk értékeire irányítsa a figyelmet. Ez alkalomból évről évre olyan épületek nyílnak meg a nagy közönség előtt, amelyek a hétköznapokban nem, vagy csak ritkán látogathatók. A rendezvénysorozat keretében szeptember 21-22-e között így Székesfehérváron többek között be lehetett tekinteni a szerb ortodox templomba, be lehetett járni a városházát polgármesteri vezetéssel egy körséta során, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Fejérvár megyei levéltára is csatlakozott az eseményhez. 2014-től nyitott újra az ügyfél- és kutatószolgálatunk ezen a megújult, felújított helyen, és ettől az évtől kezdődően gyakorlatilag minden évben csatlakoztunk a Kulturális Örökség napjai programsorozathoz. Ezen a napon lehetőségük van a hozzánk betévedő látogatóknak arra, hogy ne csak azokat az irodákat, helyeket lássák, amit ügyfélként vagy kutatóként láthatnak, hanem be tudnak tekinteni a levéltár legmélyebb bugyraiba is. A levéltár az időszaki kiállítása mellett így a szombati napon minden órában vezetett épületlátogatással várta az érdeklődőket, amelyen például beleshettek az óriási raktárba is. Továbbá a levéltár dolgozói az épület történelméről és rejtelmeiről meséltek a látogatóknak. Székesfehérvár belvárosában gyakorlatilag a szívében helyezkedik el, így gyakorlatilag kötelességünknek érezzük, hogy bemutatsuk ezt az épületet, illetve megismertessük a látogatókat azokkal a kutatási eredményekkel, amiket a műemléképület kapcsán már sikerült feltárnunk. Tehát nagyon komoly történelemmel bír, és a város életében is gyakorlatilag a 1800-as évek közepétől meghatározó épületről beszélünk. A kulturális örökség napjai Fehérváron a hétvége során számtalan bejárással, idegenvezetéssel és előadással várta azokat, akik a kulisszák mögé betekintve szerették volna városuk új oldalát megismerni.